Más stábunkot járt, akkor is javában zajlottak a próbák a most pénteki nagyszabású koncertre, melynek a Hagymaház ad otthont este 6 órától. Diákok és tanáraik lelkesen készülnek, ugyanis nagyon fontos számukra, hogy a Bartók Székely Intézmény énekzene tagozatának 60 éves fennállását méltóképpen megünnepeljék. Én ezt a jubileumi rendezvényt elsősorban figyelemfelkeltésnek szeretném, hogyha lenne, mert minden embernek tudnia kell, hogy a zene az, aki ha baj van, segít, hogyha boldogsága, öröme van, akkor is a zene ott van mellette társnak, és társakat találunk a kórus által, társakat, aki mellettünk áll, akivel együtt éneklünk, és nem vagyunk egyedül a világban. A hangversenyen nem csak az oktatási intézmény nebulói csillogtatják meg tudásukat, hanem több vendégfellépő is hozzájárul az esemény színvonalához. Minden kórusos gyermekünk szerepel, ők két kórusban énekelnek, Kicsinyek kórusa a 3., 4., 5. osztály, és Bartók nagy kórusa a 6., 7., 8. osztály. Ők mindannyian énekelni fognak, és hogy megmutassuk az éneklésnek a további lehetőségeit, szeretettel meghívtuk Makóváros fegyeskarát is, tehát felnőtt kórus is fellép majd a színpadra. Rajtuk kívül pedig lesznek meghívott vendégek, akik az iskolánkból elszármazott énekesek, köztük lesz Bátori Éva, akire nagyon büszkék vagyunk, illetve két olyan kislány, aki nemrégiben ballagott tőlünk, ők fognak még szerepelni. A díjtalan rendezvényen egymás követik majd a változatos produkciók. A zenetörténelem nagyjainak, mint például Mozart, Kodály vagy Vavrinec Béla alkotásait viszik színpadra az előadók.